Van egy olyan témánk, amit én nem írtam föl, úgyhogy ez teljesen váratlanul fog téged érni. Találkoztam egy fiúval. Fiúval 40x éves, apuka, nagy gyereke van. Eltöltöttünk úgy egy pár órát, hogy kellemesen teáztunk, társasjátékoztunk, tudod, hogy én nagy társasjáték fan vagyok, beszélgettünk, jó volt, jól éreztük magunkat, majd azzal váltunk el, hogy azt mondta ez az ember, hogy igazából tökre szívesen ismerkedne velem tovább, de nem tudja, hogy mit csináljon, mert ő azt szokta csinálni, hogyha valaki ez elkezd kötődni, és már úgy néz ki, hogy jó lesz, és sinem van, akkor ő gyorsan vissza szokott lépni, és olyan szinten ghostingolja a másikat, hogy az előző delikvens nem is beszél már vele többet. Szóval ritka az, hogy valaki ennyire tudatában legyen a saját működésének, és ilyenkor szoktuk ugye azt mondani mindig, hogy nőjetek már föl, fiúk, menjetek már be abba a kurva kis gömböcbe, ha már megismerted a saját problémádat. Mi lenne, hogyha egyszer azt választanád, hogy elkezded ezeket az ideg pályákat átírni, nem az én kedvemért, nem azért, hanem azért, hogy te neked legyen jobb. És vonok egy nagyon furcsa analógiát, nekem a burnoutom után, én, aki világ életemben nagyon jól alvó voltam, meg kellett tanulnom újra aludni. Ez olyan szinten kihívás a mai napig, hogy 3 éve odafigyelést igényel az, hogy én aludjak. Én, aki a vonaton, az ágyúdörgés mellett, a bárhol, a kollégiumban, tehát mindenhol. Most ez a körülményeskedek, és újra tanítom az idegeimet aludni. Szóval, hogy ez a felnőttnek egy minősége szerintem, amikor az ember tudja, hogy mi a problémája, és hajlandó tenni azért, hogy ne rekedjen meg abba a kisgyerek státuszba, félelemre és minden másra hivatkozva. Hát kérdés az, hogy ez az illető, akivel találkoztál, ő tesz-e érte bármit is, vagy egyszerűen ez neki egy frankó kifogás, hogy én ilyen. Az angol ugye azt mondja, hogy avoidant attachment, ez az elkerülő kapcsolódó vagyok. És tök érdekes, hogy angol száz országokban erről nagyon-nagyon sokat beszélnek is. Mert hogy ez egy minta. Túl közel jöttél, úristen, meglátod azt, hogy nem tudom, én nem vagyok tökéletes, abban a pillanatban eltűnök. Sőt, ők az elhagyástól félnek a legjobban, és ezért lépnek le hamarabb. Legalábbis én is ugye az egyik ausztrál srác, akivel leszoktam feküdni. Ő avoidant attachment coach, úgyhogy én ebben így nagyon pöpec vagyok a magyar átlaghoz képest, ki vagyok képezve. Tehát, hogy amikor jó, de ehhez kellettek olyanok, akik mellett ezt megéltük, hogy milyen az, amikor hirtelen így kapsz így az arcod elé egy falat, és igazából nincs magyarázat, csak a szokásos bullshitek, hogy túl sok vagy, túl kedves vagy, túl sok vagy, túl varázslatos, túl ez, túl az, túl amaz, és már itt sem vagyok. Mást keresek. És mit keresel, azt nem tudom. Tehát ez a másik, legalább ez a srác azt mondta, hogy figyelj, tudom, hogy nekem ez a működésem. Szóval ez nekem egy ilyen tök nagy abszolút pozitív respekt. Élmény. Igen. Kérdés az, hogy akar-e neki vele valamit kezdeni, vagy ez neki így oké. Okay. Mert abban a pillanatban, és ugye ez a szokásos kedvenc példám a doktor Bubó után szabadon, hogy amíg nem töri véresre a lábadat a cipő, addig nem fogod levenni. Tehát ha még csak egy kicsit szúr, meg egy kicsit dörzsöl, azért még legyaloglok benne 2,5 kilométert, aztán otthon majd lekezelem víz, sebb tapasztal a vízfolyagot. De hogyha az van, hogy már az meg a hamupipőke után szabadon, hogy már a sarkamból hiányzik a fele, és nem azért, mert az üvegtopámba próbáltam bele nyitatolni, hanem azért, mert nem jó a cipő, akkor le fogom venni, és mezítláb jövök haza a körúton. Ilyen is volt már. Nem a saroklevágás, hanem a mezítlábozás a városban. Szóval, hogy ott akkor változtatok. Neki ezek szerint még csak jó volt, majd azt mondta, hogy ez csak egy kifogás. Igen, nem tudtam abba beleállni, hogy tök szimpi vagy bármikor játszanék veled, és innék egy teát, de ez így ennyi. És akkor megint a szokásos mondásunk transzparencia. Mi van akkor, hogyha ezt kimondod az elején? Hányszor kapunk egy-egy kevés, jól, rosszul, akárhogy sikerült randevú után olyan visszajelzést, hogy tök jól éreztem magamat, de igazából nem az, amit kerestem. És ez tök korrekt. És erre nekem is megvan a jogom, meg neki is megvan a joga, mert hát ott van az első húsvér tapasztalata arról, hogy milyen a másik. Nincs harag, mondd ki. De az, amikor már benne vagyunk egy folyamatban, és hirtelen ott ugrik elő ez az elkerülést felpiszkáló trigger, valami, ami egyébként látszólag tök normális, és utána sarkon fordul, akkor meg ott állsz, mint a lőtt medve, hogy akkor itt most mi az történt?
történik. Ő legalább tudta.